Sziasztok, ez a harmadik Movember epizód. Ma péntek van, és már este van, és én most értem haza egy bevásárlásból, amit szerettem volna levideózni, de aztán, hogy odaértem a Lidl parkolóba, eldobtam az agyamat, hogy mennyien vannak, és hogy annyira fölcsesztek agyilag, hogy utána már így minden volt a fejemben, csak az nem, hogy esetleg videózzak bent, vagy hogy elkezdjem a videót, vagy hazaértem, még akkor is ilyen önkívületi állapotban voltam, hogy lehet ennyi buta ember tényleg dudáltak egymásra, és én sose értem meg, hogy miért kell minden áron elől parkolniuk az embereknek. Hátul is van parkoló, oké, lehet, hogy 15 lépésen többet kell sétálni, de nem mindegy. Szóval, hogy így is így őrre mentek a helyekért. Jó, hétvége van, meg hétvége lesz, meg tényleg elkezdődött ez a karácsonyi hajrá, most már én úgy veszem észre, de hogy így, mindegy. Úgyhogy ezt nem tudtam így levideózni. Viszonylag egy nagyobb bevásárlást csináltam egyébként. Az elmúlt napok öröme egyébként az volt, hogy végre mindent elpakoltam a konyhába. Minden befért, nagyon-nagyon meglepődtem, hogy a spájzból, a konyhából mindent be tudtam suvasztani ebbe a konyhába. Volt egy pár gondolatom, hogy úristen, de picire terveztem ezt a konyhát, de aztán annyi mindent elnyelt, és még így is vannak üres részek, ahova még tudnék besúvasztani dolgokat. Ma pedig vettem egy petrezselymet, itt van mögöttem, meg már bazsalikomom is van, úgyhogy így a konyhakert is kezd egy kicsit alakulni, majd ide az ablakba tervezek egy-két dolgot. Gábor egyébként most fodrásznál van, és én nagyon szeretnék bemenni a Jyszkbe, mert hogy ide szeretnék venni ilyen rolót. Voltak egyébként a függönyösök is szerdán, szerintem nem videóztam le, de igazából 5 perc volt az egész, lemérték a méreteket, oda néztük a függönyöket, amit én kiválasztottam, ment a stúdióban, és utána mondták, hogy nagyjából 3 hét múlva elkészül. Igazából nagyon várom, de közben meg nem tudom, nagyon, nagyon fáj kiadni ennyi pénzt a függönyökre, téma lezárva, de úgy vagyok vele, hogy ez van, a függöny az függöny, és tényleg egy éke a lakásnak, legalább szép függönyeim lesznek mindenhol, úgyhogy erre az ablakra pedig rolót tervezek, ami ilyen fehér vagy barna, még ezt se tudom, de hogy meg kellene már venni, mert nem szeretem, hogy így akár most is beláthatnak, bár majd kimegyek, becsukom a zsalugátereket addig is, de akkor is kellene ide valami, amit tudok így. Én magamnak elhúzom, lehúzom, fölhúzom minden. Akartam venni ilyen zsákmányolós dolgokat is, hogy plusz rizs, plusz liszt, plusz cukor, ilyesmi, és hogy több kartonnal, meg tejből is. De az a helyzet, hogy ameddig a pince nincs teljesen megcsinálva, és nincs ott minden elpakolva, addig én nem tudok spájzolni. Az a helyzet, hogy én a pincét gondoltam annak, hogy majd az lesz a spájzom, ott fogom lentartani a zöldségeket, a krumplit, a hagymát, meg ilyesmi, és ez egy tök jó gondolat, és ez fog megvalósulni, nagyon remélem. De ameddig nincs ott kitakarítva, és minden bútor, régi bútor, meg ilyenek elvíve, addig ezt nem tudom megvalósítani. Gábor hív. Szia, bombonka! Szia! Ha megyek majd haza, kell ott volna valami? Nem kell semmi, de mit szólnál hozzá, hogyha elmennénk a Jyszkbe, és megvennénk a rolót? Mert igazából csak azt szeretnék. Gyorsan beugranánk. Nagyon könnyen ment ez a meggyőzés. Aztán rájöttem, hiszen a Jyszk mellett van konkrétan az Euronix, és oda mindig be kell mennünk, hogyha arra járunk, és gondolom akar valamit. Most valami hangfaltartó állvány szeretne a kanapé mögé rakni a soundbarnak, vagy a soundbar hátsó részeinek, és szerintem azért van ez a meglepően nagy kedv, hogy eljöjjön velem a Jyszkbe. Még nekem sincs kedvem annyira menni a Jyszkbe, nem hogy neki. Főleg most, hogy ennyi ember van szerte a városban. Na mindegy. Lemérem, hogy pontosan mekkora roló kellene, és akkor megvesszük. Most csak azon agyalok, hogy barna legyen, vagy fehér. Na, sziasztok! Gyere nyugodtan! Gyere! Gyere! Éppen a cipőmet veszem, megyünk a Jyszkbe, tegnap is voltunk egyébként, és megvettünk egy ilyen előszoba padot, amit most éppen ülök, és annyira tetszik, hogy megvesszük a
tetejét is. Van ennek egy ilyen teteje, ami ilyen akasztós, és nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen alól ilyen mi ez, kosaras, úgyhogy csak vásárhelyen van, a vásárhelyi Jusszben készleten, amúgy csak rendelni tudnának 3 hét. Én meg nem tudok addig várni. Úgyhogy most oda tartunk, meg beszeretnénk menni a Pepco-ba, meg hát igen, ő már ide került. Nem tudtam ellenállni. Egyébként ez annyira kényelmes, tényleg ilyen cipőt felvenni, vagy csak így, nem tudom. Csak úgy, hogy itt legyen. És meg azon is gondolkodom, hogy veszek még egy, van ez az Oure, majd ide kiírom, hogy melyik fajta ilyen pad. És egyébként így néz ki ez a rész. Itt van ugye a két cipős szekrény, e fölé kerül majd egy ilyen kinyitós szekrény, és ugye itt van egy ilyen kis előszobapad, és e fölé pedig kerül majd a, hát ilyen akasztós is, meg abban is vannak ilyen kis kosarak, meg ide az Emagról rendeltem egy másik szőnyeget, imádom, ezt a mamától kaptam, ezt már meséltem nektek, de túl pici ide, ide egy 2 méter 20 cent is kellene, és ugyanígy pirosat szeretnék, mert szerintem nagyon feldobja ezt a részt, úgyhogy azt már megrendeltem, de fel is veszem a cipőt, mert nagyon fázik a lábam, de összességében, úristen, de nagyon dzsuvás a cipőm, mindjárt megtakarítom. Szóval összességében egyébként nagyon sok mindennel nagyon jól állunk, de nagyon sok mindennel pedig még tök rosszul állunk, mert venni kéne egy csomó mindent még bútorból. Tegnap végre valahára le tudtam adni az IKEA rendelést, én olyan boldog voltam. És ott is jön majd fürdőszobaszekrény megint, meg hogy áll a hajam? Így, mert esik az eső. Fürdőszobaszekrény, meg konyhai tároló. Hozol ki nekem légy szíves egy nedves törcsikendőt? Köszönöm. Konyhai tárolók, majdnem minden, egyetlen egy dolgot nem tudtam megrendelni, az a konyhai ilyen fellépő, ilyen létraszerű valami, de amúgy meg mindent megrendeltem most az IKEA-ból, ha meg majd kell más, akkor majd megrendelem, de nagyon sok minden nem volt, 2 hetet vártam már, szóval tök jó, akkor már ez is bekerült, kis kulcstartó. Köszönöm! Megtakizom a cipőmet, aztán mehetünk. Videorendelésed? Majd még nem kezdtem el rendelni. Majd nem sok idő, csak még be kell állítanom, hogy akkor melyik formátum legyen. Mindenki cipőt takar. Amúgy arra gondoltam, hogy ebbe a kis kosárba lehetne valamelyikbe nedves törlőkendő is, és akkor itt nem kell. Kis kuka meg lehet itt valahol oldal. Jó. Hogyha bármikor a táskádba kell, akkor üríteni néha-néha a szemetet. Jó, és igazából most akkor a miért is megyünk magáért a, azért a kosaras valamiért, meg azon kívül még így csak így szétnézni. Pepco-ba is be akarok menni egyébként, mert már van egy-két karácsonyos dolog, és még nem fogok dekorálni, de ez ilyen most vagy soha dolog, mert biztos vagyok benne, hogy amikor oda kerülne a sor, és decemberben én mondjuk egy-két újdonságot szeretnék így dekoráció szempontjába, akkor biztos nem lesz már, mert mindenki felvásárolta az összes manót, lesz ilyen álló manó, meg álló szarvas. Rosszul vagyok, nekem muszáj, hogy legyen manóm is, meg szarvasom is. Addig fogom vadászni, ameddig meg nem találom. Mondom, bedagadt a bokám, és nem jön föl. Erre én hülye, hát úgy meghúztam a cipőfűzőt, hogy azért nem az én bokám dagadt még nagyobbra. Egyébként van ám ilyen sapkám, de ez azért még várat magára, de jó barátokos. Színszéből van. Haza is értünk, ez egy nagyon hosszú nap volt, Gábort most elvittem egyébként, az egyik munkatársa elmegy a cégtől, és akkor ilyen búcsúbulit tartanak neki. És na mindegy, szóval egyedül vagyok itthon, és egy ilyen kis, ilyen kis lazulós estét tervezek magamnak, nézek egy Holiday-t, már ezer éve akarok, vagy egy Harry Potter, tényleg. Ám bár egy csomó mindent kellene csinálni, pakolni kellene,
szelektálni kell minden, de mindegy. De most nincs kedvem hozzá, úgyhogy most nem fogok, remélem, hogy jól láttok, meg nem olyan nagyon gagyi a fény. Vettünk, ugye el kellett menni vásárhelyre a Jyskbe, mert ott volt csak készleten ez a előszoba polc, és mellette van a vásárhelyi Jyskbe mellett van a Pepco, úgyhogy bementem a Pepcóba, és ott is vettem egy-két dolgot. Ugye nekem ez a... ne haragudj! Ezek a díszpárnák, ezek a... már megvannak egy ideje, mindegy, ez a lényeg, hogy szerettem volna egy ilyen takarót, és én egy csomó helyen már nem láttam a Pepcóban, ugye egy csomószor nem láttam a Pepcóban, és most megtaláltam a nagy verziót, mert a picit azt láttam, de én ezt a nagyot kerestem, ezt a 150x200-asat, ami ugyanolyan színű, mint a párnák. Úgyhogy ebből végre megvettem, úgyhogy nagyon jó lesz takarózni. Ember van itt bőven elég takaró, és azt se tudom, hogy hol tároljam majd őket, de a lényeg, hogy ez a zöld, ezt már mindenhol kerestem, úgyhogy végre valahára megkaparintottam. És akkor vettem Lufikának föntre a hálószobánkba egy ilyen kis műanyag tálkát, mert ugye fönt is legyen vize, és akkor csak egy szimpla ilyen vizeset vettem, ez lesz a vizes tálkád, jó? És vettem... Te a mitseket? Vettem egy ilyen... mi ez? Ilyen... Bocsánat, de olyan fáradt vagyok. Egy ilyen mécses valamit, vagy ez a... ilyen... valami, milyen... Mondd el, mi vagy? Nem tudom. Lámpás! Ugyanis karácsonyra szerintem tök jól fog kinézni, az előszobába akarom majd a Mikulás mellé tenni egy kis kompozíciót, és akkor szerintem az tök jól fog kinézni, úgyhogy vettem egy ilyet, illetve ez a Jyskbe vettem már, igen, az Jyskös volt, ezek meg ugye pepkósak voltak, amiket eddig mutattam, és vettem még egy ilyen bambuszos tárolót, mert hogy apósoméknak is kellene, én is szeretnék még egyet, és még kettőt vadászom. Egyébként Palkó felhívta a figyelmemet, hogy a Möbelixben is lehet kapni egy pont ugyanilyen tárolót, talán 500 forinttal drágább, de konkrétan ugyanez a bambuszos, úgyhogy ha nem találom meg a Pepcóban, most csak ez az egy darab volt, de hogyha nem találom meg a Pepcóban a többit, akkor a Möbelixben beszerzem. Ez egyébként 3100 forint volt, és már ebből kettő van, és nagyon szépen át tudok benne rendszerezni az evőeszközöket. És képzeljétek el, Luffy az elmúlt... Nem, ezt ma csinálta először, hogy mi elmegyünk itthonról, és ő fölmegy az emeletre, és ilyet sose csinált, és nem is engedjük neki, hogy ugye lépcsőzön, se föl, se le. És most valamiért így hazajöttünk, és így mondom, úristen, hol a kutya, egyből itt szokott várni a bejáratnál, és nem volt ott, én meg így megállt bennem az ütő, és aztán egy ilyen röpke gondolatom volt, hogy biztos, hogy fönt van a hálószobába, és ott volt. Na mindegy, és aztán most ugye elvittem Gábort erre a búcsúbulira, és itthon maradt a Luffy, és megint fölment, és nem tudom, hogy mit csinál fönt, de ez nem jó. Jaj. És nem jó, nem szabad fölmenni, Lufika, nem szabad, mert véletlenül leesel, akkor mit csinálok? Mondd már meg. Na, úgyhogy ennyi. Én most szerintem lefürdök, haját mosok, egy kicsit így összerántom magam. Ruháimat kellene elpakolni egyébként, nagyon durván a hálószoba, az így odaférünk az ágyhoz, de zsákokban, meg dobozokban ruhák, meg táskák, meg minden is. Annak kellene véget vetni, nem pihengetnem. De viszont most annyira jó lesne, nagyon elfáradtam. No. Igaz, Bubuka? No, elfáradt anya. Lufika meg megint cicázott ma, megint majdnem elkapott egy cicát. De egyszerűen nem tudok mit csinálni. Majd megtanulja az a macska, hogy nem szabad átjönni a szomszédból. Úgy megkergette, én azt hittem, hogy elkapja és megfojtja, és nem tudom, hogy mit tudnék csinálni, hogy megszerettessem a kutyával a macskákat. Fogalmam sincs. Ezt kimosom, és szerintem mire én kievickélek a kárból, addigra mondjuk meg is szárad, és már ebben fogjuk nézni akkor a Lufikával a Holiday-t. Egyébként csak 6 óra van, úgyhogy jobb esetben én már 8-kor alszom, rosszabb esetben pedig fennmaradok sokáig, és holnap megint fáradt leszek.
Na mindegy, úgyhogy, ja, még vettem két kaspót a Jyskben tegnap, ez még a tegnapi, meg ilyen hosszú gyertyákat, mert van egy ilyen hosszú gyertyatartóm, és abba akartam már egy ilyen hosszú fehér gyertyát, és végre vettem, de mindig sajnáltam érte 2000 forintot, mert mondom, nekem csak kettő gyertya kell, és csak 20-asával árulták, de ugye megvettem a bazsalikomnak, meg a petrezselyemnek egy-egy ilyen nagyon szép ilyen fonott kaspót, és vettünk egy ilyen rolót a szintén a Jyskben, ami tök jó lenne, de hogy én ezt nem tudom, hogy kell lemérni, hogy milyen a tökéletes, mert hiába lehet vágni, de én egy 80-asat hoztam el, mert mondom a 80x170-es, mert hogy az ablak 90 széles, de az ablak üveg benne csak 70-es. De mondom, akkor a 80-as pont jó lesz, mert hogy így ráfog így, mindegy, nem lett jó, úgyhogy vágni kell belőle, még pont nem akartam vágni belőle, mert aztán szétfoszlik az oldala. Na mindegy. Hát szerintem, csak hogy ne érezzem magam totál haszontalannak, lehet, hogy fogok pakolni valamit. Remélem, hogy jól látom. Ó, Istenem. Na jól van. Találkozunk a legközelebbi Movember epizódban, ahol valószínűleg azt a sok ruhát elpakoljuk a hálószobából, nagyon remélem. Egyébként a hálószobában már csak két szekrény fog kelleni, az egyikbe a táskáimat fogom rakni, a másikba pedig, hát abban még nem tudom milyen, ilyen mindenes szekrény lenne. És hogyha azok megvannak, akkor már kész van az a rész is, és bútorokból már, hát nagyon sok mindent el tudok tárolni, mondjuk itt a TV szekrényben is. Úgyhogy lehet, hogy nem fog kelleni ilyen tálaló szekrény ide a konyha környékére, oda akartam egy ilyen kis tálalót, de szerintem a konyhában is mindent elpakoltam. Ilyen, hogyha esetleg nem férnék el akár a fürdőbe, akár a konyhába, akár a nappaliba, mindenhova vannak még terveim, hogy hova lehetne még berakni szekrényt. Lehetne a bejárathoz szekrényt rakni, a konyhába szekrényt rakni, nappaliba szekrényt rakni, fürdőszobába szekrényt rakni, úgyhogy, de úgy érzem, hogy most egy ilyen jó úton járok, és mindent el fogok tudni pakolni, és be kell raknom a mosogatógépet. El ne felejtsem, mert már nincs tiszta edényünk. Jó. Ez lesz az első, amit most elintézek, hogy mosogatógép. Jó. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Most már nem húzom tovább ezt a mai videót. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!